Köszöntöm nézőinket! Van, aki a mai napig tanár úrnak szólítja. Váregenben, Bitigei Bissingenben, vagy például Tornióban, ha a nevét hallják, néhányan ma is biccentenek és elégedetten csettintenek. Volt, aki fölhúzta a szemöldökét, amikor meghallotta, ő lesz a Babits Művelődési Központ igazgatója, de mára az élet visszaigazolta a döntést. Akihez ellátogattunk, Berlinger Attila. Igazgató úr, köszönöm a vendéglátást. Én köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a Tolnatáj Televízió valamennyi nézőjét. Miután a mi barátságunk iszonyú régóta van, úgyhogy nem fogjuk eljátszani azt, hogy mi magázódunk. Hogy lettél te pedagógus? Röviden és hosszan is tudnék válaszolni, természetesen inkább most a rövid válasz mellett maradnék. Mindenféleképpen családi indíttatás. Édesanyám, aki idén tölti be 80. életévét, egy ízig-vérig hagyományos értelembe vett pedagógus volt Hőgyészen, ahol én is gyerekkoromat töltöttem. Közel 4 évtizedig tanította, okította falu apraját, nagyját, több generációt, egy nagyon szigorú, igazságos és egy hatalmas szívvel rendelkező pedagógus volt, aki már a tanítványainak az unokáit is megérte, de ők is csak Csöpi néniként ismerik a faluba. Én azt gondolom, hogy az ő generációjában számos ilyen kiváló pedagógus volt, akik nekem is adtak minden bizonnyal egyfajta, ez nem is talán indíttatás, hanem inkább egy olyan példát, egy olyan életutat, hogy ez a szakma micsoda fontossággal, jelentőséggel bír egy ember életében kisgyermekkortól egészen a felnőtt koráig. Természetesen ez, mint sok mindenki másnál, nem egy egyenes út volt, de a karma azért mindig arra az útra teleri az embert, amiről úgy gondolja, hogy lehet, hogy másfelé vinné. Tehát viszonylag hamar elérkezett az életembe, hogy úgy döntöttem, nekem is ez lesz a megfelelő pályakezdés. Mit vártál magadtól, mint pedagógustól? Megint egy rövid, egyszerű válasz. Én nagyon szeretem a gyerekeket. Ezek sablonos dolgok, de... Nem, szerintem ezek nagyon fontos. Saját életemben is a két kislányomon keresztül megélhetem azt a csodát, ami tényleg a legfontosabb az életben. Megint csak a gyermekkoromra utalnék. Előjönnek belőlem olyan emlékképek ilyenkor, amikor még óvodás gyerekként megyek édesanyámhoz az iskolába délután, és közel volt az iskola az óvodához, és hát még nem tudtunk hazaindulni, anyu még nem fejezte be a tanítást, hiszen délután felzárkóztató, korrepetáló foglalkozásokat tartott olyan cigány gyerekeknek, akik sajnos 3-4 osztályt is nagy nehézség árán tudtak elvégezni, de 16-17-18 éves korban visszajártak az iskolába, és bizony alap dolgokat is újra szerettek volna tanulni. Anyukám fölkarolta ezeket a hát számomra hatalmas embereket, pedig fiatal emberek voltak, de hát én 5-6 évesként ott ültem hátul ezeken a foglalkozásokon, és próbáltam figyelni, hogy mit csinálnak. Ennek köszönhető például, hogy nagycsoportos koromra megtanultam írni, olvasni, hiszen részt vettem ezeken a fejlesztő foglalkozásokon, és bizony voltak vicces szituációk, amit meséltek, hogy hát előbb össze tudtam olvasni a betűket, a szóképeket, mint azok a fiatal, kicsit hátrányos helyzetű helyi fiatalok. Úgyhogy tényleg kisgyermekkoromtól ebben a környezetben nőttem fel, ez volt a példa számomra, és egész általános iskolába is igazából számos osztálytársam, pedagógus szüleink keresztül rengeteg nyári táborban, rengeteg olyan közösségi programon vettem részt, ahol szintén láttam a mintákat. Ez a hagyományos pedagógusi életmód, főleg kis településeken, azt gondolom ez nagyon sok hozzám hasonlókorú fiatalnak adott olyan muníciót, ami az egész életébe elkíséri. Tartást, erkölcsöt, hitet. Én végtelenül boldog vagyok, hogy ott ültettem a gyermekkoromat. Mennyit tanítottál? Igen, sajnos nem túl sokat. Alapvetően két iskolában tanítottam, mind a kettő középiskolában, mind a kettő középiskola volt diákokat. Először a Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolának hívták, akkor még csak Csapónak hívja mindenki, ugye mai napig is. Ott kezdtem a pályafutásomat, kicsit kevesebb, mint 2 évet töltöttem ott, mert hamar elvitt egy másik világ, ami szintén érdekelt, majd erről szívesen mesélek.
és hát ami meg különösen nagy hatással volt életemre, mai napig is végtelenül büszke vagyok rá, hogy a Garai Gimnáziumban is taníthattam 2 évet nyelvtanárként. Mi hozott el a pályára? Hűha, igen. Mert hogy ezek után tényleg az életedet töltöttem. Semmiféle titok nincs. Sajnos, és ez a mai nap is igaz, anélkül, hogy bármilyen külső jellegű aktuál politikát vagy bármilyen levinnénk, hát nincs agyon fizetve a pedagógus réteg, ez régen is így volt. Gyönyörű szakma, egy egész életen át tartó szerelem lett volna ez, de hát fiatal emberként, férfiként az ember ugye azért csak-csak szeretne egy picikét családalapításra, lakásvásárlásra és minden más olyan dologra gondolni és előre menni az életébe, amihez sajnos ki kell mondjuk egy pedagógus fizetés nem adott akkora muníciót. Ez csak egy része volt a történetnek. Nekem az egész életem és a pályafutásom, a munkahelyeim valahol mindig a nyelvhez kötődtek. Ez az alfája és ori és omegája igazából a történetnek. Itt is ez volt az úgymond a csali, amiért én mind a két oktatási intézményből elmentem és tovább léptem. Dolgozhattam a maszek világban, szintén egy nagyon jó jellemformáló történet volt ez. Ügyvédi irodában, ingatlan forgalmazó, ingatlan közvetítő cégnél, egy olyan világba csöppenhettem bele 20 éves koromban, néhány évvel a rendszerváltozás után, ami pedig a kicsit mimóza lelki világomat nagyon jó helyre rakta az élet sűrűjében. Nem beszélve arról, hogy ez a nyelvtudásban is egy óriási továbblépést jelentett. Az előbb mondtad a karmát egy mondattal, ha már a karma. Én tudom rólad, hogy majdnem lettél műfázigazgató egész fiatalon. Ez meg aztán még egy különösebb történet, ami most végén a Babicsban csúcsosodott ki. Tamási Birbalog Ádám Gimnáziumban érettségiztem, imádtam oda járni mai napig is, megdobban a szívem, akármikor arra járok. Érettségi után volt egy kicsit szerencsétlen pályaválasztási elképzelésem, és néhány ponttal lecsúsztam akkor a kereskedelmi és vendéglátóipari főiskoláról, de hát mindenképpen szerettem volna tovább tanulni, tehát munkahely után indultam, próbáltam ott is ugye a már szépen bimbózó nyelvtudásomra alapozva, de hirtelen jött egy megkeresés Nagykóniból, hogy ők keresnek egy fiatal, lelkes, humán irányított, humán beállítottságú és kultúra iránt érdeklődő fiatalembert, és többen fiatal érettségizett gyerekként is beajánlottak, megkeresett a település vezetése, hogy ők most újították fel a kultúrotthonjukat, és pont egy ilyen fiatal embert keresnének, akit ők majd nagyon szívesen kitanítatnak főiskolán, egyetemen, csak legyen, aki ott a környékbeli kulturális életet egy picit elindítja. Hát ugye 18 évesen micsoda megtiszteltetés, úristen, az ember ugye még félig meg gyerek, rögtön műfázigazgatóként kezdeni, mindenki hiúságát legyezgette volna, elmentem örömmel, bemutattak a faluba sok fontos embernek, és már majdnem egy avató ünnepségre került a sor, amikor mai napig se vagyok büszke rá, de végül is visszamondtam ezt a lehetőséget, ugyanis bejött egy olyan másik lehetőség, ami a nyelvtudásom szempontjából egy hatalmas lökés volt. A Tamási vegyépszer gyárból akkor lett egy osztrák-magyar vegyes vállalat, ugye 1989-et írunk a rendszerváltás első évét, és kerestek fiatal nyelvet beszélő, németül beszélő tolmácsokat. Már rég volt akkor nyelvvizsgám, ugye sváb gyerekként olyan környezetben is nőttem fel, általános iskolába is hőgyészen kiváló nyelvoktatásba részesültem. Hát ez meg aztán még inkább kinyitott a világot, hiszen külföldi utazások, ausztriai telephelyen történő munkavégzés, a rendszerváltás korában ugye ez nagyon nagy dolog volt, szabadon utazhatunk, édesapám is ott dolgozott, ez sem titok, nem volt igazából ebbe semmiféle protekció, hanem pusztán egyébként egy másik nyelvtanárommal együtt a Garai Gimnáziumból, ott újra találkoztunk előző évben, még tanár-diák viszonyot, pedig kiváló kollégák lettünk, és akkor egy évet én ott töltöttem. Beleszagoltál egy másik világba? Mai napig is nagyon-nagyon kiváló emlékeim vannak. Fontos dolognak tartom, hogy fiatalon az ember csöppenjen már bele abba a való világba, abba a gazdasági környezetbe, ami úgy gondolom mindenkinek a javára válhat, hogy lássa azt, hogy valójában milyen egy termelővállalkozás, milyen felelősséggel jár ez a munka. Nagyon jó tanulópénz volt. Aztán jött az életedbe egy hosszú időszak, amit a közigazgatás
vett körül. Igen, hát ugye egy nagy ugrással azt gondolom, hogy életemnek ebben a szakaszában, a 20 és 30 éves korom közötti időszakban a fiatalos lendület és a kíváncsiság miatt sok mindent kipróbáltam. De aztán eljött az az időszak, amikor az ember úgy gondolta, én is 30 éves koromban, hogy hát valamiféle állandóság felé kéne indulni, és jött egy megkeresés, Garai Gimnáziumban tanítottam, mai napig is nagyon hálás vagyok Lemle Bélánné, Ildikó igazgatónőnek, hogy ő annak idején odacsalt, nagyon szép másfél-két évet töltöttem ott, de jött egy megkeresés a Városházáról, hogy keresnek szintén egy nyelvet beszélő rendezvényszervezésben, kicsit emberekkel való kapcsolatteremtésben, minimális protokoll feladatok, amiből aztán sokkal több lett, is alkalmas olyan embert, aki a testvérvárosi nemzetközi kapcsolatokat átvenné. Nem titok, egy kiváló elődöm volt, Bodó Ági, akivel mai napig is nagyon jó viszonyt ápolunk, neki akkor született meg a kisfia, és becsaltak a Városházára, 2001-et írunk, hogy hát meghallgatnának engem is, alkalmas lennék-e, és kíváncsiság is nagyon furdalt. Persze, ez megint egy érdekes dolog, közigazgatásban nem dolgoztunk, meg hát újra a nyelvtudásomra szükség lehet, megint csak lehet utazni, idegen földeket bejárni, idegen kultúrákat megismerni, ez mindig is nagyon érdekelt, nagyon imádtam, mai napig is szeretem. És egy hét vagy két héten belül jött a hír, hogy hát engem választottak, úgyhogy szíveskedjek akkor már jelezni a korábbi munkáltatón felé, hogy ők bizony minél előbb számítanak rám. Végtelenül korrekt volt velem a gimnázium is, ott maradtam utána még egy évig óraadó tanárként is, ahhoz ragaszkodtam, hogy azokat az osztályokat, akik érettségi előtt álltak, én szeretném őket végigvinni már, ami folyamatot elkezdtünk, fejezzük be, számos nyelvvizsga előtt álló diák, középfokú, felsőfokú nyelvvizsga előtt álló diák volt, úgyhogy be is fejeztük, és nagyon nagy sikerrel zárult az a történet is. 91-et írunk, azt mondtad? 2001-et. Tehát akkor már a testvérvárosi kapcsolatok jelentősen előre haladott állapotban voltak. Abszolút. A rendszerváltozás után ugye 90-es évek legelején született a legtöbb nemzetközi kapcsolat, aki itt a városban ennek részese számos civil szervezet, egyesület, zeneiskola, iskolák, intézmények, sportközpont, az élet minden területét átszőtte, és a mai napig is átszövi ez a történet. Ők nagyon jól tudják, hogy a szabad utazás és a idegen kultúrák megismerése micsoda bummot okozott egész Magyarországon. Tehát sorba születtek a testvérvárosi kapcsolatok. 89-ben Bietigheim-Bissingen, 90-es évek elején Lugos, Facsádvárosa, volt egy kiváló kapcsolatunk hosszú ideig Ravennával, akkor született a Varegemi kapcsolat. Ott volt Tornió. Volt egy-kettő, ami bár még korábbra visszavezethető, ugye a legelső franciaországi Bözon, Párizs melletti csodálatos kis település, Tornió is már a 80-as évek közepétől, aztán szépen sorba jöttek az újak, Északír, Don Patrick, és megyünk tovább a 2000-es évek második felében, Bosznia-Hercegovina, Jajca városa, az Északír, Don Patrick, kiváló kapcsolat övez mai napig is velük. Van olyan testvérváros, aminek az ápolása neked igazán a szíved közepe volt? Nem titok. Aki ismer, már kicsit unja is, hogy állandóan Bietigheim-Bissingen ezek. Ugye hát a német nyelvtudás nálam, ez mindennek az alapja. A szerelem, a munka része ebben ötvöződik. Értelemszerűen egy német testvérváros ebben a dologban tagadhatatlanul a legintenzívebb és a legsokrétűbb kapcsolatrendszert alakította ki. Nem számoltam még meg, de inkább 30 az az alkalom, amikor én kint járthattam. Egyfajta második hazámként, második szeretett városomként is tekintek talán Szekszárd után erre a német városra. Biztos van legalább egy 1000-2000 ember, akihez valamilyen kapcsolat fűz, legyen az hivatali, városvezetési, cégvezetői, civil egyesületek, egyházi kapcsolat, úgyhogy ezt, amíg csak tudom, amíg lehetőségem van, ezt mindig is támogatni és segíteni szeretném, hogy ez folytatódjon. Te látod igazán azt, hogy ezeknek a testvérvárosi kapcsolatoknak mennyi előnye lehetett Szekszárd számára? Ehhez is kevés lenne egy ilyen műsor, ugye órákat lehetne erről mesélni, de emeljünk itt talán csak egy nagyon fontos pontot, a fiatalok. Ha valaki fiatal korában olyan lehetőséghez jut,
nyelvet tanulhat, megismerhet más országokat, szokásokat, az adott ország gasztronómiáját, kultúráját. Biztos vagyok benne, hogy a személyisége egy újabb, nagyszerű történettel gyarapodik. Szoktuk mondani, hogy ahány nyelvet beszél az ember, annyi ember. A nyelvtudás is nagyon fontos, de önmagában megismerni annak az országnak, annak a területnek a történetét, mi miért alakult ki, miért ilyen kulturális hagyományok vannak, az a település milyen vonzerővel rendelkezik, mik azok a városhoz kötődő olyan egyedi dolgok, amiket, ha mi megismerünk, akár adoptálhatunk is, jó gyakorlatokat átemelhetjük, de a legfontosabb az emberi kapcsolatok története. Itt vissza tudok utalni az Európai Unió megalakulásánál, ugye a hosszú évszázados háború, Európában zajló háborúk után az egyik legfontosabb alapelv volt, úgy lehet békét teremteni, úgy lehet ezeket a nagyon sokszínű és sokféle kultúrával, szokásokkal, nyelvvel rendelkező európai népeket valahogy egy kicsit a békére bírni, ha adunk rá lehetőséget, hogy megismerjük egymást, előítéleteket, megrögzött, ugye ez mindig aktuális a politikában is, megrögzött dolgokat csak úgy tudunk felülírni, csak úgy tudunk erről meggyőződni, ha oda megyünk, vagy ők idejönnek, és személyes kapcsolatokon keresztül rájövünk, hogy ami a sajtóban megjelenik, vagy a médiában sokszor, az egy felszín. Mögötte az embert, ha megtalálom, akkor másik világ, és biztos, hogy béke lesz. Ehhez egy nagyon fontos gondolat, ezt sokszor elmondtam ismerősi baráti körében. Engem soha egyetlen egy országban a világ bármelyik részén nem ért atrocitás, hátrány, csúnya tekintet egyik nemzet fiaitól se, hogyha az ember nyitott szívvel kapcsolatot teremtett velük. 99%-ban csak pozitív élményeim vannak. Aztán jött egy pillanat az életedben, sok-sok év után, amikor behívtak egy irodába, és azt mondták neked, hogy legyél te a Babits Művelődési Ház igazgatója. Fölhúztad a szemöldököd? Hát természetesen felhúztam a szemöldökömet. Ugye lassan másfél éve lesz, hogy ez az esemény megtörtént. Egy nagyon gyors döntésre volt szükség. Egy pillanat alatt végfutott az emberbe az egész élete, hogy Úristen, most erre a dologra nem lehet nemet mondani. Megint csak nagy szavak, meg pátoszosnak tűnik. Egy olyan megtiszteltetés ez a történet, azt gondolom, megy a legnagyobb kulturális intézményének a vezetésére valakit felkérnek, amire lehetetlen nemet mondani. Azonnal ott a másik kérdés, ami motoszkál az ember fejébe, hogy képes vagyok én erre, biztos, hogy fel vagyok vértezve? Na, ehhez azért kellett egy-két nap végig gondolni mindent, de nem csinálok bele titkot. Persze, hogy abban a pillanatban belül igent mondtam, és végtelenül büszkének éreztem, nem is büszkének, hanem megtiszteltetésnek éreztem ezt a pillanatot, hogy szóba kerülhettem. És annak a döntésnek, hogy egy-két napon belül, amikor polgármester úrral újra leültünk átbeszélni, és köszönettel igent mondtam erre a megtisztelő felkérésre, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy hát nekem azért ez mégsem egy teljesen idegen terület. Abban a 20 évben, amit a Városházánál töltöttem, számos rendezvénybe, város nagy rendezvényben, kulturális eseményeibe, kisebb-nagyobb mértékben köszönettel és örömmel részt vehettem. Az itt dolgozó állománynak a nagy részét személyesen is ismertem, hiszen napi, heti, havi munkába kapcsolatban voltunk, városi ünnepségek kapcsán. De legyen az egy művészetek házában lévő koncert, a rengeteg külföldi tesővárosi fogadás kapcsán, a város legnagyobb ünnepein való részvételnél. Tehát mindig lestem és figyeltem azokat a karizmatikus igazgatókat, akik itt azért ugye hosszú éveket eltöltöttek. Én dolgozhattam Halmai Zsuzsa mellett, Matókné Júla mellett, de ugye a régi, majdnem a kezdetektől fogva itt dolgozó igazgatókat is ismerhettem. Kacián Jánost, Sa Istvánt, dr. Dobos Gyulát, mind a városnak olyan kiváló személyiségei, akik ugyan még az én gyerekkoromban voltak itt igazgatók, de későbbi pályafutásom során mindegyikükkel találkoztam. Jó. Oké. Kívülről ránézni egy intézményre, vagy belenyalni a fazékba, az egy másik dolog, ahhoz képest, hogy nekem kell a tüzet gyújtani alá, és nekem kell megcsinálni a kaját ebédre. Nem is kérdés. Mégis úgy gondolom, hogy
ez a feladat, ez rövid tájékozódás után is csak még nagyobb vonzerőt jelentett. Biztos, hogy egy gazdasági társaságként működő kulturális intézménynél számos olyan feladat is van, ami nem csak a rendezvényszervezés, nem csak a kultúra mindenágát ápoló tevékenységet jelenti, hanem ugye cégvezetői feladatok is vannak. Ebben is szerencsém volt igazából a városnál, mert ugyan nem ekkora mértékben, de azért ebbe is egy jó évtizedes tapasztalata tudtam szertenni. Ugye a városnak volt sokáig egy turisztikai Kft. Nevű kisebb cége, ahon ugyancsak kisebb létszámmal, de ugyanúgy rendezvényszervezésbe, városi események szervezésébe, hol önálló, ahol közösen a Babicssal mi is részt vettünk. Tehát az első Márton napi rendezvény elindítását közösen vállalkozók, a vendéglátókerekasztalra, Vitéz Attiláékkal, borászokkal mi gondoltuk ki, nagyon sok olyan kisebb-nagyobb esemény itt a környéken zajlott, amihez a teljes lebonyolítás is hozzátartozott, és hát ugye ezeket a gazdasági cégvezető ismereteket ott ez egy tökéletes ugródeszkaként begyakorolhattam, tehát azért annyira természetesen ez sem volt. Biztos, hogy nagyobb falat, itt ugye közel 30 kollégával tudok együtt dolgozni, ott ugye kisebb volt a létszám, de nem jelentett olyan óriási nehézséget. Én úgy gondolom, hogy az első hónapok után az ember ne lássa át a rendszert. Amikor úgy lenyugodtál belül, és úgy tudtad, hogy na jó, akkor most meg kell csinálni a Babicsot valahogy, akkor volt egy koncepció a fejedben, hogy milyen házat szeretnék vezetni? Vagy lett egy koncepció? Koncepcióhoz én azt gondolom, hogy nem, én nem tartom szerencsésnek, ha az ember ugye az első pillanatban megérkezik egy új helyre, és ott rögtön ő akarja feltalálni a spanyol viaszt. Ez a Babics Mihály Kulturális Központ szerencsére évtizedek óta egy kiválóan felépített és egy nagyon gazdag programkínálattal, nagyon jó struktúrával felvértezett egység. Ugye tudjuk azt is, hogy nem csak a főépület, a Kulturális Központ tartozik hozzánk, van egy művészetek házánk, illetve van egy ifjúsági terünk is a plac. Ezeken a helyszíneken én azt gondolom mindent, amit egy megyeszékhely megkíván, meg lehet valósítani. Legfontosabb történet ilyenkor mindig, hogy milyen kollégákra támaszkodhat az ember. Én azt gondolom, egy nagyon jó állományt örököltem, megfelelő és szerencsés arányban vannak a tapasztaltabb kollégák és a fiatalok. Olyan kollégákkal ültem le első körben átbeszélni a feladatokat, akik már akár évtizedek óta itt vannak. Van egy kiváló helyettesem, ugye Gonda Marcs is, nagyon sokan ismerik. Vannak kiváló művelődés szervezői kollégám, egy fantasztikus technikai csapat jött, stáb jött itt részre, akik a legnagyobb eseményeket is, nem azt mondom, hogy játszik könnyedséggel, de olyan szakmai tudással a háttérben megvalósítanak, hogy számomra is nagyon nagy büszkeség volt, hogy akár egy születi napok, vagy egy híres, országosan elismert zenés is csak csettintett, hogy itt két szóból ezek a fiúk mindent megoldanak és mindent tudnak. Tehát ilyen csapatra támaszkodva nem kell kitalálni a spanyol viaszt, azt kell inkább megnézni, hogy és ebben a Covid pontosan az érkezésemnek a kellős közepén tartott, azt kell megnézni, azt kellett akkor inkább megnézni, hogyha ki tudunk nyitni, mivel tudjuk újra visszacsalogatni az embereket. Tehát ez most egy ilyen szempontból speciális helyzet volt, hiszen az érkezésemkor egy fél évig még zárva volt a ház. Háttérben zajlott rengeteg olyan esemény, ami már előkészítés alatt volt, a karanténkoncertek, azok a belső felvételek, amelyek nézőt hiányába ugye nem tudták ugyanazt a hangulatot visszaadni, aztán 3 hónapig ugye oltópont is voltunk, több mint 10 000 embernek tudtunk segíteni ahhoz, hogy az egészségünk minél előbb visszatérjen az eredeti kerékvágásba. Tehát mire kinyitottunk, készen állt a koncepció. Kaptál 3 hónap, vagy néhány hónap laufot arra, hogy... Tulajdonképpen így is nézhetjük, igen. Teljesen mással kellett foglalkozni, de nézők hiányába, a háttérbe, az esti órákban nagyon sok időt eltöltöttünk a kollégáinkkal, hogy fölépítettük a következő egy-másfél évet, hogy gyerekek, ha kinyitunk, akkor indul a program kavalkád, fogunk alkalmazkodni az aktuális helyzethez, mit enged a jogszabály, mit enged az egészségügyi helyzet, de ha kiszabadulunk, akkor itt program dömping lesz. Sínre tetted a magadban a házat mondjuk a következő néhány évre? Tehát megszabtatok egy irányt arra, hogy merre kell tovább menni? Én azt gondolom, nagy képűség lenne itt egy 15-16 hónapi tevékenység után azt mondani, hogy most sínre tettük. Nem kellett nagyon sínre tenni, hiszen sínen volt. Tehát nem csúszott ki itt, nem siklott ki itt a vonat egyáltalán abból az évtizedek óta megszokott szuper expresszi mi voltából.
Vannak azért kisebb-nagyobb olyan újítások, placon nagyon-nagyon szeretnénk a fiatalok életét kicsit segíteni, rengeteg szórakozási lehetőséget szeretnénk adni, ennek még csak az elején járunk. Most az idei évnek inkább én azt gondolom az a feladat, hogy a városi nagyrendezvényeknek újra megadjuk azt a fényét. 2019 óta nem volt pünkösdival és halünnep, nem volt igazi születi napok, ahol valamennyi borásszal a város teljes belváros területét újra be tudjuk népesíteni. Ha idén ezt újra meg tudjuk csinálni, kész a koncepció, kiváló fellépőkkel, partnerszervezetekkel készülünk, akkor én végtelenül boldog leszek. Ha az élet visszakerül abba a kerékvágásába, ami 19-ig volt, akkor én azt gondolom, hogy a város lakosai nagyon nagy örömmel fogják ezt venni. Karmával kezdtük. Ha visszanézed mindazt, ami eddig történt, akkor lehet azt mondani, hogy szépen lassan az élet arra készített föl, hogy ezt a dolgot jól csináld? Igen, ugye a karmával nyitottunk. Én hiszek ebben, igen, hiszek ebben, hogy nincsenek véletlenek, vannak az ember életében mindig olyan kicsit saját feje után kialakult dolgok, amiket valahogy az élet visszasodor. Tehát ugye elhagyjuk a patak medrét, mert ez unalmas, kiúrunk belőle, de visszahoz abba az irányba, ami az embernek a bensőjéből fakad, és amit szeret csinálni. Én végtelenül büszke vagyok rá, és én nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Én egy nagyobb békeszerető is, egy konstruktív gondolkodású embernek tartom magam. Nem jó, hogy az ember ugye magáról mond ki ilyen gondolatokat, hát de tényleg így is érzem. Tehát tudjuk itt a városban is, hogy mekkora az igény egy ilyen időszak periódus után arra, hogy újra találkozzunk. Én nagyon boldog voltam itt az elmúlt hónapokban is, azt a sok ezer ismerős arcot újra látni, mosolyogni, találkozhattak, hogy be tud jönni 500 ember egy színházi előadásra. Hamarosan jönnek a városi nagy rendezvényeink, újra találkozunk a családokkal, mindenkivel. Nagyon jó érzés ezt látni. Örömet okozni az embereknek, szerintem ez a legfontosabb. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.